Ötödik rész. A JÓ asszony kutya. A vadka csak a nádban. Tavaszodott. Napról napra többen jöttek vissza a földre a láthatatlan lények messzi vándorútjukból, akik danolgatásra tanítják a hosszú szárú füvet az árok szélen, játszanak a föld alól előmászó bogarakkal, hintáznak a nyírfák puszta gajjain, és sárikoltak az országúti emberekre. Ezek a láthatatlan kezek hajtogatják a száradó fehérnői ingeket a réteken, gyorsan utatásnak az előfolyó vizeknek, az árokba gugolnak és disznóságokra tanítják a békákat, belekapaszkodnak a tehenek farkába és arcú legyintik a kalapja alatt szundikáló pásztort. Letépik az udvarház ereszéről a mohát, buborék módjára futnak fel a vén eső csatorna sötétjében, felülnek a kéményre, s lábaikat lelógatják. Hátba verik a fiatalasszonyokat, megcsípik a kakas sarkantyúját, mérges hüvet adnak az ebeknek, amitől azok reggeltől estig szaladgálnak. Koboldok, füstgomolyakok, léglabdák a napfényben. Míg az eső szemelgetésében behasalnak a lapos levelek alá, behúzódnak az ágyak mögé, a küszöbön gunnyasztanak, a kasba ülnek a szekerek mögött, láthatatlan denevérek módjára csimpaszkodnak a parasztok hosszú hajába, belekapaszkodnak a nők pendejébe, megrángatják a lányok hajfonatát. Ha akarod, szellők, amelyek málnás bokrok között laknak, vagy langyos esőcseppek, amelyek olyan erővel verődnek az ablaküveghez, hogy felébredt tőlük az álmodó. Kikezdenek öreggel, akinek szalmás fejét a földre nyomják, miközben szétvetett lábszárral a nyakára telepednek. Megkergetik a fiatal embereket, mint a seregélyeket. A zuhogó esőben, vagy a függönyt vonogató napfényben a bújdosi házban egyforma közömbösséggel folyt az élet. Evelin egy láda regényt talált a padláson, amelyet a nagyanyja olvasott a forradalom utáni esztendőkben. A kopott, zöld füzetekből szívének való romantika áradt. Jósika, Dümá, Szú, Rokámból. Mi jó volna, ha tél lenne, s pattognának a nagy kájhákban ez olvasmányok mellé. Míg maszkerádi kisasszony néha megállt a kapubálvány mellett, és hosszant nézett körül a tájon. Ha valahol megpillantja vala pisztoli urat, bizony nem szabadul büntetlenül a tréfás férfiú. Álmos Andor, a romantikus aglegény természetszerűleg száműzte magát a bújdosi háztól, amióta maszkerádi kisasszony betette oda a lábát. Az életnek vannak érzékenységei, galambütötte sebei, amelyeket a felületes szemlélő észre sem vesz. Láthatatlan repedések a borostyánon. Meggondolatlan szavak, önfelett tekintetek, figyelmetlen mozdulatok embertársaink részéről, amelyek a bölcs vagy cinikus embert elkerülik, lepattannak már a ruházatáról is, még egyes embereket úgy nyomon követnek, messziről felkeresnek, mint a macskák bizonyos nőket. Nem láttad még, hogyha bizonyos nővel utazol, sétálsz, kertben ülsz, vagy hajón elmerengsz, messzi tájakon nincs macska. Darab idő múltán azonban észreveszed, hogy hölgyed lábánál egy macska hül, mely szőrét fényesíti. Honnan jött elő? Sohasem fogod megtudhatni. Előjött. Megérezte a bizonyos nőt, akihez ő ragaszkodna. Így vagyunk a szavakkal és egyéb életjelenségekkel is. Maszkerádi kisasszony körülbelül két esztendő előtt, társalgás közben ezt a szót ejtette ki, hogy kroncsi, ami a pesti népnyelvben koronát jelent. A jelen volt Álmos Andor, nyomban gyanakodni kezdett a kisasszonyra. Nem sok időnek kellett elmúlni, hogy Maszkerádi kisasszony a Bújdosi kúrjában bizonyos vidéki palikról beszélt, oly megvetéssel, hogy Álmos Andor csak nem elszólta magát. Maszkerádik is asszony, pedig csak az akkori pesti divatot utánozta, amely divat szerint úri és művelt körökben felkapták a pesti népnyelv különböző kifejezéseit. Fitoktatták, játszották a tolvaj zsargont. Tűnő divat volt ez, mint a nyár, midőn a pestinők a kezükben hordták a kalapjukat. A vidéki pali kifejezést Ámos Andor természetesen magára vette, mint egy romantikus aglegényhez illik. Egyetlen szót sem szólt sértettségéről, csak csendesen elmaradt a háztól. is kisasszony sokkal büszkébb, Evelyn pedig jóval naívabb volt, mint hogy tudakozottak volna álmos úr elvonulásának okáról. Egy esztendő múlva, midőn Evelint ismét felkereste Maszkerádi kisasszony bújdoson, befejezett tény volt, hogy az aglegény ez idő alatt távol marad a háztól. Vannak ajtók, amelyeknek csak belül van kilincsük. Kívülről nem nyithatók. Ilyen ajtó mögé zárkózott álmos Andor érzékenységében. Ő volt az a vidéki ember, aki oly érzékeny, mint egy közvényes sarok. Ellentéteképpen a másik vidékinek, aki soha és semmi nem sértődik meg, természetes önzéssel habzsolja fel az életet, kibékül, összevesz, verekedik, gyűlölködik, szeret de holnapra felejt, s újra kezdi az élet habzsolását annál az asztalnál, ahová tegnap odaragasztották a szakállát. Mi teszel ki magában egy ilyen romantikus, midőn a vadka csak kezd a nádban, és minden éjjel Evelinnel álmodik? Borongós délután, midőn oly pipaszagú volt a háza, mintha valamennyi ősapja lemászott volna a képkeretekből egy pipát kiszívni, a régi érmek, Mária Terézia tallérok, római részpénzek nem mulattatják el egyedül valóságában. A hátrafont kézzel való sétálgatások egyhangúvá lesznek, mint a hosszadalmas esőzés. Az ember csak felsóhajt, hosszant, váratlanul, meglepetten, mintha valami nagy bánatosont volna a percben az ajtóra, és ott gyorsan elbújt a régi esőköpenyek alá, hogy majd éjszaka előcsoszogjon, és szótlan öregember módjára gunnyasszon az alvó ágya mellett. Egy ilyen délután felkereste régi szerelmét, Rizuj lett asszonyt, hogy elpanaszolja neki bajait, szívtörténeteit. Rizuj lett, ugyancsak a szigetségben lakott, mégpedig egy kastélyban, amely valaha a barátok kolostora volt. Apró fehér ablakok vonták be az oszlopos folyosókat, a körölakú udvaron a tetőn túlra a nyárfák. Tiszta, ártatlan illatú, zenélő hangú zárt ház volt. Rizul férje, egy köszvényes kapitány, légsúlymérőkkel és különböző barométerekkel vette körül fájó tagjait. Csupán két dolog érdekelte. Milyen időjárás van odakün, és mi lesz ebédre? Ezen kívül semmivel sem törődött. Rizúj lett az idők folyamán, minden valamire való férfinak a szeretője volt a környéken. De a férfiak azt hitték, hogy sohasem tudja őket elfelejteni, mert emlékezett a szerelmi dátumokra, a sorsdöntő órákra, a ruhára, amelyet a kritikus napon magára vett, sőt, az elhangzott, elporlott szavakra is. Kitűnő memóriája volt soha sem tévesztette össze egyik férfit a másikkal. És nem szégyenítette meg őket azzal, hogy valaha is bevallotta volna, hogy utánuk másé is lett volna. Minden férfi úgy válhatott el tőle, hogy örök időre magával vitte Rizúj lett szívét. Rizúj lett, ezentúl csak könnyezik, smereng, És minden férfi más néven ismerte. Babonaságból vagy a szerelem újszerűségéből az asszony más és más nevet adott magának, midőn egyik szerelemből a másikba elutazott. Álmos Andornak Rizuilletnek hívatta magát, mert észrevette, hogy a férfi napkeleti barnaságát és franciás könnyedségét kedveli leginkább. Csinált magának egy nevet, amelynek betűiben benne volt a kelet és nyugat. Bizonyosan mindig hű és jóságos volt Rizuillet, Játékszere a férfiak kicsapongó szeszélyének, de sohasem panaszkodott. Kicsit elsápadt, kisé megrendült, darab ideig sűrű látogatta a templomot, rendesen átment egy-két könnyebb betegségen, de sohasem akaszkodott a szekérbe, amely már nem vette fel többé. Leült a kapitány mellé, és egy hosszú életre való hivatással figyelte a barométert lesimította fodros haját, és fekete bőrövet kötött derekára. Számba vette a gazdaságát, és elégette a kompromitáló leveleket, miután megcsókolta őket. Azzal nem is nagyon törődött, hogy a környéken maradt egy koszorúcska a hajából, egy emlékbe adott papucsa, vagy egy emlékezetes inge. Az én uram csak azt hiszi, amit én mondok neki, és sohasem aggódott, hogy akadna oly alávaló férfi, aki elárulná az ajándékba adott drága időkért. Álmos Andor körülbelül tízesztendő előtt ment át azon a boldog korszakon, mi alatt Rizuj magáénak nevezhette. Nagy és halálos szerelemnek látszott ez. Az érzelmes férfi csak nem eszét veszítette a szerelemben. Meggondolás, habozás nélkül biztosorsát Rizuj lett tündöklő fehérségük is kezére csinált szenvedések, felejthetetlen örömök, bágyasztó tobzódások és új életre keltő élmények jelentették a szerelmet, amelynek tartalma alatt félig kábultan, boldog önfelette járt álmos Andor. S az egész világ létezését csupán szerelmesének akaratától látta függeni. Úgy tűntek fel álmos Andor előtt későbben ezek az évek, mint az élet sötét temetőjének egyes sírdombjai, amelyeken égve felejtették a mécsest. A napoknak oly jelentőségük volt, mint az Austerlici csatának. Az órák megállottak a zsebekben. Az élet hosszan és kéjelmetesen nyúlt el, mint nyáron a tisza. Soha se jött reggel, amely Rizuj lett nevének említése nélkül kezdődne. Nem jött oly álom, amelynek firhangját ne őreztené le az éjszakából. Aztán mégis elmúlt minden, mint egy kocsinak az zörgése elhangzik a dombok mögött. lettnek, nagy gyakorlata van abban, hogy a madár úgy repüljön tovább útjára, hogy ne vegye észre, hogy egy-két tollát elveszítette az idegen fészken, az erdőszélen, ahol éjszakáját töltötte. Mire feleszmélt álmos Andor, a tegnap még karjaiban tartott nőt, egy szájról lélegző, egy gondolatú és egy érzésű szerelmet már csak úgy látta, mint egy emléket egy régi templomból, ahol véletlenül több időt töltött egy ritka szentkép előtt. Rizul lett jósága, átvezette a férfiakat a meredélyeken, szédítő kötélhidakon. Büszke volt arra, hogy egyetlen férfi sem lett miatta öngyilkos, bár sokan gondolnak rá messzi évekből, estvéli órákban, midőn a duruzsoló tűz és a melegítő bor vigasztalja a férfit a magányosságban. Ezért hívták Rizuillettet öreg urak a jóasszony kutyának, mert sok szomjast megitatott. Rízujlet mindig ott maradt a kapitány mellett, s a férfiak csupán álmukban láthatták tovább. A kapitány nagy szívességgel fogadta a vendéget, és köszvénye iránt tudakozódott, mert ő már csak ezen az egy alapon barátkozott. – Még mindig a sarkadban van? Emlékezetem szerint a derekadban és a térdedben is bujkált. – Soha sem lehet tőle szabadulni – felelt álmos Andor a múltidők lemondó hangján. Midőn a kapitányt még közvényel mulattatta. – Ez a tavaszi idő a legkritikusabb. Se tér, se nyár. Veszedelmes idő. Én az orromat sem merem kidugni a levegőre. De bejön a kutya a hasadékokon, az ügyetlen cseléd ajtónyitásán. Üvegből van minden tagom. Bolondok az angolok, midőn családi ünnepét rendeznek a közvény megérkezésével. Az igaz, hogy soká lehet vele szórakozni. De menj, tudom, hogy te is szenvedő társam vagy. A kapitány ezután elfoglalta helyét a saját találmányuk székében a különös szabású bundák és kendők között. Kipödrött bajuszával, rezes arcával, recsegő hangjával úgy ült, mint a helybeli időjárás ellenőre. Ennyi a feleségemhez úgy is unatkozik szegény az én betegségem miatt. Kérlek légy hozzá finom és hódulat teljes. Kevés asszony szenvedett annyit, mint az én szegény feleségem az egy földre szállott angyal. Sajnos már nem olyan finom a keze, mint fiatal korában volt. Minden megvénul a világod álmos. Az én köszvényem már húsz esztendős. Mond, igaz volna az, hogy egy német kitalálta a köszvény gyógyítását? De csak menj. Mit csinálnék, ha meggyógyulnék? Előről kellene kezdeni mindent, holott már nem akarok semmi sem változtatni. Más embereknek való a változás, azoknak, akik majd utánunk következnek. Ezért nem is szeretek csak tízesztendős újságot olvasni. Körülveszem magam emberekkel, eseményekkel, halottakkal. Nem értem én már ezt az új világot. A kapitány büszkén hátradőlt karos székében, mint egy szobor. Talán szerette már a betegségét, mert megakadályozta abban, hogy bolond fővel tovább folytassa az új életet. Mindenki szocialista. Csak én meg a köszvényem maradtunk meg a régi világból, szólt, és még egyszer megrázta álmos Andor kezét, mintha ezzel a készfogással búcsúzna mindentől, ami az életben kellemetes és kívánatos volt. Vitra kucsmás feje egy kisé lehanyatlott. Aztán, a lábával kezdett beszélgetni, mint aki nem veti meg végleg a társaságos életet. Rézúj lett, annyiban változott, hogy fehér fátyolt viselt a nyakán. Talán a ráncok miatt, amelyek egy napon beszöktek a kéményen át. A szeme észvesztő, lépésű, alázatosan mosolygó, halkan kértező tekintete, amely mindig oly megadással nézett a férfiakra, mint felsőbbrendű lényekre, a szeme tétovázva látszott fügni egy távoli pont felett. Talán egy felhőt látott valahol, amelyet más nem vett észre. A vonásai, az arc kifejezése várakozó volt, mint a vasúti állomásokon a nőké, akik hosszú ideig áldogálnak, és a várt vonat még nem jön a várt utassal. Te vagy? mondta felocsúdva, de gyorsan hozzáfűzte. Pedig mindjárt megismertem a lépteidet. Úgy jönnek azok a szobákon keresztül, hogy nem lehet nyugodtan tovább üldögélni. Valami rendkívüli, valami nagyszerű közeleg, ünnepnap a kalendáriumban. Hol jártál olyan sokáig? Tanácsot jöttem kérni az Evelin ügyében. A szerelmed? Felelt minden meglepődés nélkül rizúj mint a jó ápolónők, nem csodálkoznak a beteg kívánságai felett. Majd meghívom. Mindjárt. Itt zavartalanul találkozhattok. Hozzánk már nem jár senki készségesen, mintha évek óta erre a szívességre várt volna rizúj lett, csendes beleegyező mosolygással az ajkán, mint a nagymamák, akik a szomszéd szobában hallgatják boldogtalan asszonylányuk boldog pásztorúráját, levélpapírost és tollat vett elő. Lila tintával, hegyes betűkkel, amilyenekre a zárdában tanítják az előkelő kisasszonyokat, levelet írt Evelinnek, amelyben meghívja egy csésze teára, s egy kis mondókára. Ezek a finom újjak, amelyeken már meglapultak a rubint és smaragd gyűrük, más leveleket írtak még nem régen. Hosszú, boldog, finom leveleket, amelyeknek egyike is elegendő lehetett volna egy férfinak, hogy egész életében a szíve felett viselje, de a férfiak szeszélyesek. Lepecsételte a levelet, és halkaránézett ránézett Andorra. A legelőkelőbb asszony sem ment az öröknői tulajdonságoktól. <laughs> Öregségére örömet okoz neki a nőket férfiakkal összehozhat. Az uram a világ valamennyi közvényes betegét kihallgatná, én pedig a szerelmesek ügyes bajos dolgait figyelném mindig. Szép volt. Sajnos nem volt senki, aki tanácsot adott volna. Azért nem sikerült minden úgy, mint kellett volna. Én csak egy gyönge, szentimentális asszony vagyok. A szívem telve mindenféle képzeletekkel, amelyeket vándormúzsikusok játszanak az ablak alatt, és elgondolkozom. Az igazság az, hogy öreg legyek. Téged azonban szeretlek, mint a vőféj az akácfa első virágát. Mindig is szerettelek, mert rólad, véled, sokat álmodom. Kulcsokkal, kakasokkal, ágyakkal, fürdővizekkel, s veled messzire sétálsz és visszajössz. Bocsáss meg, hogy babonás vagyok. Nincs más mulatságom, mint a vetőkártya. De mindjárt itt lesz Evelyn, és én visszavonulok az öregem gyógyítására. A kezem alatt csillapodik a fájdalma, mint a valóban boszorkány volnék, amint az életben kedveskedve mondták. Ámos Andor a kezében tartotta a kalapját, és forgatta, mint valami ügyes, bajos ember a javasasszonynál. Csak félszemmel nézte a régi szobát, amiben annyiszor ült dédelgetések között, vagy térdepelt a világozott szőnyegen, mert a szíve megtelt, mint malasztal a búcsújárói. Itt jó ismerősei voltak a régi művű Inga óra részkatonái, akik most is unatkozó zsoldosok módjára támaszkodtak a középkori város kapujához. A nagyorú, papos külsejű, vérmes arcú ősapák és ősanyák, akiknek csak a ruhájuk volt nőjes, a bajuszuk beretvált, vált, és az álluk széles, mintha mindig a férfiak melléhez szorították volna. Sok mindent tudnának álmos Andorúról beszélni. E mozdulatlan, hangtalan vének nyugtázták az esküvéseket, fogadalmakat és örökhűséges hitvallásokat, amelyeket senki sem kért, csak a férfiak mondanak el végtelen áradozásukban, midőn már nem találnak más szavakat, mint az eskü sírik kötő, más világriasztó, örök bilincsként csörgő szavait. Ott térdepelt Álmos Andor az alázatos szemű, a boldogságtól, gyönyörtől mindig megriadt arcú, fehérruhás és szemérmes asszony előtt, aki felemelte két fehér kezét, mintha védekezne a férfi vallomásaitól. Ne, ne, Hisz érdemtelen vagyok e sok jóra, sok boldogságra. Csak tűrj meg az utadban, csak jussak néha az eszedbe, csak lássalak néha, s ez nékem elég. Tartogasd a szíved hevét, érzelmeid láváját más, érdemesebb nők számára. Én csak egy útszéli fa vagyok az életedben, aki hűsen legyeszgeti az arcod, amíg alatta egyet szundítasz. Talán ezt mondta rizúj lett vagy annyit sem szólt. Csak betapasztotta a két kezével a férfi áradozó szavát, pedig ez volt az élet forrása. Úgy is elmész egyszer tőlem, mint örömlánytól a céltalan vándorlegény. Elmégy messzire, mint egy ifjúkori emlék. Ne szólj, csak hallgass, mert a szívem megszakad utánat. De a férfi nem olyan fából van faragva, hogy elhallgatni tudjon, ha egyszer vallani akar. Nem csak a pohárköszöntők könnyítenek a férfiak beszélőkedvén, de a szerelmi vallomások is. A zsilipet felhúzza az asszonykéz a megdagadt folyam előtt, és jönnek a szavak keletről, nyugatról, dajka mesékből, álmokból, mint egy színes karaván, amely a világ négy tájéka felől verődött össze a szerályban. Mi hiába való kísérlet volna megakadályozni a férfiakat abban, hogy a homlokukkal érintsék a földet, midőn ez okozza nekik a legnagyobb gyönyörűséget. Csak küldjétek ki a fanyar öreg embereket a szobából, mikor a szerelmi vallomás órája elkövetkezett. Az ő minden tudó, kifestetlen, más szürke arcuk nem való a gyönyörű hazugságok színpadára. Legfeljebb egy babonás véndajka maradhat a sarokban, aki megjegyzi az elhangzott szavakat, és szajkó módjára ismételgeti az elkövetkező borongós napokban. Szerelmi vallomás. Te boldog óra, nem lehet kifelejtenek a gyászbeszédből a sír felett, pedig csak azt kellene megkérdezni a halottól, hogy nem felejtette el szerelmet vallani, amíg a földön járt. Amit tudott az életről s a szerelemről, Álmos Andor azt mind rizúj tanulta. A pajkoskodás, evés-ivás, sétálgatás közben, amíg lecsillapult egy fertárórája a szerelmi láz, rizúj lett mindenre megtanította Andort, ami az életben mulatságos és érdemleges. Rézúj lett, nem csak azt tudta, amit a szatmári nénéknél tanult, de ismerte a hírhet Márkiú receptkönyvét is. Bár külsejében oly vadvirágos volt, mint egy vándor cigánynő, a szeme olyan villant néha, mint a kóborlók tüzénél éjszaka a kés, amelyet másnapra megköszörülnek. Olykor felkiáltott, mint a vadmadár, mielőtt megadná magát hímjének, a szája francia parfümöt lehelt, kondorhaja illatos volt, mint Carmené a hangverseny dobogón, és egyéb testrészeit is úgy ápolta, mint egy hercegi menyasszony az esküvő napján. A szerelmi rafinéria olyan bűbájait tudta, hogy a nyírségi kurta nemes szívesen felhasította volna a mellét, hogy lett gibuzogó vérében áztassa meg csodálatosan kislábát. Tünemény volt ez a nő, mozgékony orrával, sötét szempilláival, nemes nyakszírtjével, fázékony, hiszékeny maga viseletével. Szeszélyes kedvében ő volt az a nő, akiről a költők dalolnak, mert megrészegettek tőle titkai voltak, mint egy szótlan bűvésznek. A sírása vagy jó kedve akasztófára juttathatta volna a férfiakat. De ő jó volt, mint egy galamb. Sohasem lehetett megunni, mint a tavaszt. Mindig el lehetett hallani a beszélgetését, mint egy érdekes, utazási könyv mellapozna hallgató. Játszott a hangjával, mint gyermek labdájával. Azért volt hogy mindenkinek kedvében járjon. Öröm volt. Álmos Andor, amint megszürkült fejét megpillantotta a velencei tükörben, ahol sokszor nézték egymást, vidéki jegyesek módjára összebújva, csodálkozva kérdezte magától, hogyan is maradt el ettől az asszonytól. Jó dolga volt, mint egy sündisznónak. Mégis elcsavargott a háztól. Elment s magánosságában tök magot rágott, mint egy dacos gyerek. Könnyű homokfutó kanyarodott az udvarra, mint egy gentry regényben, ahol mindig mulatnak és sohasem élnek. A pántlikás kalapú kocsis mellett, galambszürke ruhában Evelyn foglalt helyet. A rövid farkú almás szürkék vígan az asszony kézben idáig, most a szerszámjukat csörgették, mintha ennyit érne az egész élet. A fehér rámás ablak mögül elfogódva nézte Álmos úr a két nő összecsókolózását a piros napernyős verandán. A komoly, meggondolt rizúj lett, szeliden vonta magához a szüzet, mintha kívánná ártatlanságát. Jobbról és balról megcsókolta Evelint. Már nem voltak vetélytársnők, amint találkoztak. A 40 esztendős asszony és a húsz éves lány egymás mellett nem gondolhatott arra, hogy ők versenyezhetnének egy férfiúért. Evelyn nobilis, finom és leereszkedő volt, mint egy nagyvilági hölgy, aki szeretetreméltó ismerőseihez, akik kénytelenek egész életüket falun tölteni. A kapitány megcsapkodta lábszárát, mint egy engedetlen lovat, s az ajtóig a kisasszony elé ment. Aztán felnyílott a fehér ajtó, és Evelin kicsit meglepetten, kicsit szórakozottan nézett álmos úrra, mintha magános ábrándozgatásoknak lepkepora apránként hullana leszem pillájra. Hátra nézett. Rizúj lett, könnyes szemmel, de végtelen jósággal bólongatott, és eltűnt. Látni akartál? kérdezte szeliden. Levonta a kutya bőrkesztyűt és kezét, mint egy virágot, álmos úrnak nyújtotta. A kapitányék nekem is eszembe juthattak volna, de hidd el, Andor, oly tétlen vagyok, mint egy heverésző macska. Múlnak a napok, s jóformán nem is gondolkozom. Messze, messze tűnik fel előttem az élet, mint egy hegylánca láthatáron, ahová sohasem fogok eljutni. Eszembe se jut, hogy városok, emberek, más életek vannak a világon. Egy hamurakáson ülök. És addig nincs semmi baj, amíg az meleg. Álmos úgy felelt, mint egykor rizúj lettnek. Én olyan ember vagyok, akit könnyen el lehet felejteni. De soha sem is akartam jelentőséget, vagy bármilyen fontosságot tulajdonítani a személyemnek. Élek, éldegélek, mint egy olyan férfiú, aki sokkal gőgösebb, mint ha mennyi az joga volna. Egy kézlegyintés az egész élet. Nem fontos. Nem is nagyon érdekes, csak megy, mendegél az idő egy kedvű vándorként, aki sohasem láthat új tájakat, más városokat, friss és hellenséges embereket. Én csak egy kukoricapásztor vagyok, aki szemére húzott kalap alól nézi az idegen, ismeretlen, érdektelen emberek utazásait az országúton mind messzire mennek, távolba néznek, csodálatos idegenségekbe gondolkoznak. Egyik a fogföldnél fog hajótörét szenvedni, a másikat Hongkongban folytják meg, egy lebújban, a harmadik boldogtalan vándormadárként kering idegen tájak felett mindenki menni, élni, látni, érezni, megbolondulni akar, új szagokat szagolni, ismeretlen nők haját tapogatni, hidegen ételek ízét kóstolgatni, tengerész módjára szeretkezni és felejtkezni. Ez a legtöbb ember célja. Csak én akarok gőgösen, hidegen, sziklacsökönyösen, önkéntes és felfúvalkodott lemondásban üldögélni a kunyhom küszöbén, míg az élet megőrülten, Csattogva, tébolyodottan, gondolatlanul rohanál kis tetőn felett. Talán egy nőtlen hörcsög vagyok, vagy egy busongó vakvarjú az erdőszélen. Ember semmi esetre sem vagyok, nem. Nem élvezem. Nem akarom, megvetem, amit az emberek csinálnak. Lehet, hogy egy halott vagyok, aki lát, néz, semmi sem csodálkozik, és mindent megvet, amit az élők csinálnak vagy talán pipás török voltam azelőtt előtt munkácson egy bolt szégéren, és most szabadságon vagyok. Nem akarok én semmit, nagyságos kisasszony. De látni kívánt, nem de? Szólt Evelyn, és kicsit elpirult. Kicsit lesütötte a szemét, kicsit megigazította a szoknyáját, mint a nők szokták, midőn nem biztosak a dolgukban. Talán te vagy az egyetlen, akinek a kedvéért. Az emlékért részegen vagy őrülten felzokognék olyan hangosan, hogy az már gyönyörűséget okozna. Te vagy, akit elképzelek ágyban fekve, madárbánattal, ismeretlen tükrű másvilági tekintettel. Szép vagy, idegen vagy, másvilág vagy. Soha sem érzett illatú szigetek vannak benned, boldog tébolyok hemperegnek a szempilláidon, színes árnyak járnak a homlokodon, és akasztófa virágok nyílnak a lábaitnál. Rejtelen vagy nekem. Pedig üvöltve mondom éjszaka, hogy csak nő vagy. Rémület vagy, aki torzomborzan nyitja ki félig az ajtót álmodozásaimban, mint egy kést szorongató gyilkos. Meghalt asszony vagy, aki haloványan, szellemként simul az ajtóhoz és a más világra hívogat integető ujjával. Halál vagy, és élet vagy. Szegény! szólt Evelyn, és úgy simogatta meg a férfi homlokát, mint azok a nők, akiket igazán meghat a férfiak sírása. Á, most megint csak a távol lévő rizullethez intézte a szót. Vizsgázott abból, amit egykor itt tanult. Tudom, hogy gyávaság bevallani egy nőnek azt, amit gyenge, érzékeny perceinkben gondolunk, nagyon sok és igen erős szeszt kell majd innom egyedül valóságomban, hogy elfelejtsem, amiket most mondok. Aljasságokat kell véghez vinnem, hogy megszabaduljak egy ötrő emléktől. El kell majd utazni, és idegen városokban megvenni a menyasszonyokat éjjel a bérkocsis apától. Kiraboltatni magam dúvat szemű kerítőnök titkos házainál. Mégis elmondom neked, hogy megvetlek, gyűlöllek, és nem tudok nélküled élni. Gyalázatos vagy, mert tudom, hogy mást szeretsz. Egy fiatal pesti fiákerost, vagy egy kártyást, egy tarkanadrágos hintást, akit öregasszonyok helyett te látsz el zseppénzzel. <laughs> Gyűlöllek, mert makrót szereztél ifjúkorodban, holott oly kiváló nő vagy, hogy szánkhájban megérne száz szuveringet egy éjszakád. Írtózom tőled, mert a nagyanyámhoz hasonlítasz, mint egy torokból felbúgyborékoló dal. Megölsz, elkábítasz, álmomban szívod a véremet. Asszony vagy, akibe belebolondult egy férfi, aki addig csak férfiak lelkes és önfeláldozó szerelmét ismerte. Új vagy, mindig idegen vagy, és nem tudlak feltalálni éjjeli városok kívánatos nőinek szoknyaráncai mögött. Pedig sokat kerestelek, hogy a lábom megfájdult belé ringyók és apácák között. Te szegény! Felett Evelyn, és leeresztette a két karját, mint sebesült madár a szárnyait. Úgy hangzol bennem, mint a néger muzsika. Esküvő van a cukorültetvényen, és a rabszolgák szájharmonikán fújják az orkánszerű tánzenét, amíg mindenki elveszti az eszét. Máskor magyar népdal vagy, tisza mentén, Holdvilágnál, halásztanyán, sebes szívvel, öngyilkos korszakban. A nagyapám keringője vagy vasárnap délután az zongorámnál. Egér cincogás vagy cirkusz zene. Egy végtelen üvöltés vagy, ami az őrültek házából hangzik. Szerelem vagy. Ne bánts, ne félj. Én vagyok az a negyven éves férfi, akiben tombol a vágy a szeretkezéshez. Őrjönk a gondolat a topzódáshoz de a szervezetem már százesztendős, és az utcáról kell felhivatni egy népénekest, aki hölgyemet mulattassa, míg én a szomszédban zokokok. Beteg, öreg, s őrült vagyok. Kiélt vén kalap, mert valamikor félre csapva viseltek az intézetbeli növendéklányok, végül a folyosón felejtették a szállodában, ahová robogva, zajongva, tébolyultan rohannak a diadalmas férfi karján. Az éjjelőr megáll, és öreg botjával tűnődve forgatja a kalapot, és benne az árvaházi vagy intézetbeli számot. Csak vágylak. Vágylak, mint a napsugarat, amelyet megfogni nem lehet. Én meggyógyítalak, mert én tavaszinő vagyok. Én csodállak, és szeretlek. Én leszek a tücsök házadnál, aki magányosságodban neked hegedülget. Ne szenvedj már! Így szólt Evelyn, és összetette a két kezét. De a marcangolót nem lehetett megállítani szívtépő szeánszában. A régen hallgató gordonkából, amely a sarokból egy napon előlépett, folytak a fájdalom nótái, mint Münchhausen báró befagyott postakürtyéből a kandaló mellett a dalok. – Miért hívtalak ide? – mert ebben a házban még ifjú voltam, mint egy vándormuzsikus, aki ifjans, éhesen, és céltalanul énekel az ablakok alatt. Ez volt a ház, ahol patakként ömlött belőlem az érzelem, hogy már nem vihetek egy cseppvért sem a más világra, amelyből virág nyílhatna a sírhalmamot. Itt térdepeltem, mint egy boldog alsó, aki elszökött a két kártya közül. Itt voltam kos, bika, oroszlán, itt csillag voltam a mennyezeten, amely éjszaka világított az alvónak. Szél voltam, ami befújt az ajtó alatt. Zörgő kísértet voltam a padlás száraz vadásztarisznyái között. Kandúr voltam, aki a tető gerincén szundikál, és friss erőt gyűjt másnapra. Itt szerelem voltam. Olyan vagy, mint a rizúj lánya volna, te drága érzelem. Rizúj lett, amikor a nevét hallotta említeni, Csendesen, alázatosan, boldogan, mint karácsony este a szolgáló, belépett a szobába. – Nem kívántok uzsonnázni? – kérdezte, és szemrehányó pillantást vetett Evelynre, aki fázva, megrendülve ült egy ódon karosszékben. Még a cipője is a lábám volt. Holott rizúj lett annak idején, mindig a mezítelen lábát tette a férfiú kezébe. Álmos úr lesütötte a szemét, mint egy tetten kapott bűnös, míg Evelyn húsvéti mosolyjal nézett rizújletre, mint a Dunaparton egy nő életmentőjére, midőn megbánta öngyilkosságát. – Őj le, Rizulj lett, és zongorázzál! – szólt kérlelő, behizelgő hangon, amit sohasem tudnak eltalálni azok, akik majdnem megfulladnak az érzésektől. A nyugodt, okos nők hangján szólt Evelyn. – még Rizuj lett, oly tanácstalanul állott a küszöbön, mint egy nő, aki petróleummal leöntötte a szoknyáját, de nem talált gyufát, amelyen lángra lobbantsa ruháját. – Ha már nem kívántok négy szemközt lenni! – felelt engedelmesen, s kisé elszomorodva. – Szeretett Csajkovszkit? – fordult Evelinhez, s hidegen lapozgatottak ották között. Álmos úr engedelmet kért, stávozott a szobából. Sokáig mozdulatlanul hallgatta a kapitány közfényes panaszait a szomszédban, amíg egyszerre felzokogott. Zsebkendőt rántott elő, és a kapitány ölébe hajtotta a fejét. Te vagy a legjobb barátom! sírta a kapitány kezébe, amelyet megcsókolt. Csak. Nem kell elhamarkodni a dolgot. Szólt a kapitány, miután Álmos Andor bevallott a szerencsétlenségét, mint egy kórhely a címbalmosnak. Soha sem szabad komolyan venni a nőket. Én sokat utaztam. Ide meg oda. Indiába jártam. Táncmester voltam kaukázusban. Zenész egy előkelő házban, ahol amerikai lányok gazdag idegeneket fogadtak. Voltam francia, német, hollandus. Értem hamis kártyások adományaiból, s nők tiszteletdíjából. Egy urat pesgős üveggel ütöttem a házában, ahol táncmesterkedtem. Nem kell komolyan venni a nőket, bár az osztrák-magyar hadseregben erről a kérdésről más a felfogás. A kapitány olyan váratlanul beszélt, közvényén kívül, egyéb dolgokról is a megszokottaknál, hogy Ámos Andor letörölte a könnyeit. Meglepetten nézett a mord komor férfira, aki vigasztalan ömült a karosszékben, mint egy sírkereszt. – Ha rám hallgatna valaki, – folytatta a sírboltbeli lovag meggondolt, titkos hangsúlyozással, – nem volna annyi szédület, annyi értelmetlenség, butasság. Úgy tűnik fel nékem az emberek élettörténete, mint egy vasúti állomáson hallgatnám a váróteremben. A vonat behavazottan áll, s az utasok elmondják egymásnak tapasztalataikat, élményeiket. Utólag mindenki tudja, hol hibázta el a dolgot. Megelégedett utast még nem találtam a pályaudvaron. Nagyon butának kell annak lenni, aki elviselhetőnek véli az életet. Te is csak tévedt ember vagy. Ahelyett, hogy az én drága jó öreg házamnál maradtál volna, ismeretlen érzelmű lányok szoknyája után iramodtál szánom bánom. Nálunk nem volt semmi bajod. Kedvedben jártunk, de a legokosabb embernek neveztünk. Az én házam a legjobb vendégfogadó Magyarországon. Mindig felsóhajtok az emberi butaságon, mindőn a vendégeim elutaznak ismeretlen messzi célok felé. nekül vonatra, akinek nem muszáj. Csak a toloncok meg a bolygó zsidók utaznak a vonatokon. Rendes ember otthon ül, Kiszívja a pipákat, és előre kinézi magának a más világi házát. Én egy diófalat fogok hosszúkat, jókat, csendeseket aludni. Hová mentél te? Felmásztál a vándor vándorcirkuszban a trapézre, és most nem tudsz lejönni. Minek a dagad szemük amikor torokfájás nélkül is lehet élni? Én úgy nézem, hogy mindenki részeg az országban, csak én vagyok vízivó, mert sohasem szerettem senkit. Rettenetesek az éjszakáim, mert olyan vagy, mint egy asszony. Bábú vagy, kisgyerekkel az öletbe, mert másképpen nem tudod eltölteni az életedet. Nem tudsz nevetés nélkül egy anekdotát elmondani. Nem vagy komor, megnyugodott, szort, mint egy fegyenc, akit igazságtalanul ítélnek el, holott azt hiszed magadról, hogy gőgös és okos vagy. Csak a pojácáknak való az élet kiélése. Nőkben bízol, holott tudnod kellene, hogy a nő csak paradicsom madár tolla. Vagy hálóing. Szépek, jók, szükségesek. De tisztességes ember nem gondol rájuk a halála órájában. Öreg pajtás, mász fel a tölgyfára, mint egy nagy bajuszú cincérbogár, és a falevelek alól hallgast, hogy mások segélyért kiáltanak az erdőben. Nyugalom, Ponyatovszki aztán többet beszélt a kapitány. Rizúj lett, fél óra múlva megjelent az ongora elhallgatott, mint egy boldogtalan nagymazúr az ifjúkori szerelemmel. Evelin búcsúzás nélkül eltávozott a kert felé, alkonyodott, mint a halál lepi meg a magányos embert. – Gyere ide! – mondta Rizúj lett egy mellékszobában álmos Andornak. – Át akarok adni valamit, amit rám bíztak. – Átölelte a férfit, és hosszan, mint egy nászút, boldogan, mint a viszontlátás, és alázatosan, mint a háremben, megcsókolta álmost. A teste vonaglott, mintha belülről zokogott volna minden porcikája, mint a hajadonoknak az esküvő napján.